36. fejezet. A szükség napjaira félretéve. Rendszeresen félretenni. Minden héten rakj félre 5 vagy 10 dollárt, amihez csak betegség esetén nyúlhatsz. A pénz egy részét beteheted kamatozni. Bölcsvezetéssel megtakaríthatsz valamit adósságai törlesztése után. 29. levél 1884. Ismertem egy családot, amelyik 20 dollárt keresett hetente, és azt az utolsó centig el is költötte, míg egy másik, ugyanakkor a család 12 dollárt keresett, de abból 1-2 dollárt félretett hetente. Ezt úgy tudta elérni, hogy nem vásárolt meg olyan látszólag szükségesnek tűnő dolgokat, melyeket mégis nélkülözni tudott. Felkészülés a bevétel esetleges csökkenésére. Ha megfelelően takarékoskodtál volna, mára már félretett pénzed lehetne, amit sürgős esetben használhatnál, vagy amiből az Úr művét megsegíthetnéd. Fizetésed egy részét minden héten félre kellene tenned, és ahhoz csak akkor lenne szabad nyúlnod, amikor valóságos szükségben szenvedsz, vagy amikor adományként visszaadod Istennek, akitől kaptad. Keresetedet nem bölcsen és takarékosan osztottad be. Nem tettél semmit félre arra az esetre, ha megbetegednél, és családodnak nélkülöznie kellene rendszeres anyagi gondoskodásodat. Családodnak szüksége van valamennyi pénzre, melyre támaszkodhat addig, amíg egyenesben nem jössz. 5. levél 1877. Tanács egy fiatal embernek a takarékosságra. Bizonyára nem takarékoskodtál mindenben, máskülönben fel tudnál mutatni valamit annak a bölcs gazdálkodásnak a következményeként, mely bármely fiatalember részéről igen dicséretes dolog. Annak az elvnek kellett volna vezetnie, hogy gondosan félretegyél egy összeget hetente, melyhez soha nem nyúlsz. Szolgalmas munka, az élvezetek kerülése és még nélkülözés is, amennyiben az egészséget nem veszélyezteti, kellett volna vezérelni egy ilyen fiatal embert a te körülményeid között. Megmaradhatott volna egy kis pénzed érintetlenül, hogyha esetleg megbetegedsz, ne kelljen mások jó indulatára szorulnod. Sok pénzt szükségtelenül elszórtál, mely most kamatozhatna, és valami jövedelmet jelenthetne számodra. Még alacsony fizetésedből is félretehettél volna annyit, amennyi bármilyen szükség esetén kisegíthetne. Földet vehettél volna, melynek értéke most egyre nőne. Amikor egy fiatal ember az utolsó dollárig elkölti keresetét, nem tanúsít megfontoltságot és jó tervezést. Mivel a halandóknak testük, fejük és szívük van, melyekről gondoskodnia kell, valamennyi pénzt félre kell tenni a testről való gondoskodásra, hogy a világban levő helyzetünk megfelelő lehessen. Nem a világ szintjét kell elérni, nem. Hanem jó befolyást kell árasztani a világban. Gyakoroljunk szeretetet, együttérzést és gondoskodást embertársaink iránt. 41. levél 1877.